Neked van hello. Hát megint ez a komor tavasz. Frankon mondom, hogy már két őszünk van, tavasszal meg ősszel. Hát. Már idegileg nem tudom elviselni ezt a hosszú, nyomasztóan sok szeles időt. Kettő meleg idő, aztán hét szeles, majd öt nap eső, fél napig meleg, megint eső. Nem bírom. Konkrétan ideggörcsöt kapok már a sok esőtől, a meleg kabátoktól, a ruháktól, nem tudok rövid nadrágba menni. Május végén. Mindig kikerülöm őket, pedig háromszögük van. Nem tudom miért csinálni. És szerintem lassú is vagyok most. Mit? Na mindegy, Pali bent a címeknél. Kedvan, azt már mondtam? Megvett az első cím. Azért állította meg a gyors felvételt, hogy elmondjam, hogy ez egy konflikt. Régóta nem voltam ott. Itt a város is elején, majd az elején. A vacak szél. Olyan nincs, eső, és jó idő, sincs, akkor szél van. Meg vagyok jövőve. Sziasztok! Jó. Na ez az enyém is, nagyszerű. Tehát Serdenyi utca 4, úgyhogy tavaszmezőn megyünk. Ami egy kicsit csalás, de akkor sem megyek. Itt be jobbra. Köszönöm. Na, innen már mehet a Tiplivel is. Ács az ács. Sziasztok! Ennyien túlöltöztem, de szél miatt muszáj volt. És valaki lakik a cipőmmel, akit nem szeretnék, hogy ott lakjon. Átadtam a címet, és kaptam egy igen közelit. Nem is értem, hogy hogy lehet ilyeneket kapni. Happy Bandát. Itt vagyok, és menjek oda 4 perc alatt. Hát nem fog. És a legjobb, hogy onnan oda kell elvinnem. Podmanicki sarkára, te. Megyek egy ilyen baromi nagy kört egy címmel.
Hát mínusz 4, én mondtam, hogy nem érek ide ennyi vele. Hola! Na, tévedtem. Jópai utca 28. 1,56 km. Na, megjöttem. Hú, az igen. A jó hosszú kódot kaptam. Meg van beütni. Megvan. A következő cím az a nagymező apucika. Étterem. Nagyszerű. Na tehát meg lett az étel, és ezt az ötös utcára viszem. Podman és Kinki. Az. 5-51-be. Átadtam. És következőm az a Beyond Bistro. 12-29 van, ez tök jó. Amúgy. Mert bent vagyok 53 perce. Úgyhogy ez egy nagyon jó óra. Most látok 2350-nél. Itt vagyok. Sziasztok! Itt megvan. Megyek az Andrássy 59-be. Közel. Thank you.
csodálatosan. A következő cím pedig, ha végre megkapom a képet, az a menza étterem. 7 percen van oda érni. Végre nem egy mínuszos cím. Megértem, bár még van egy csomó idő. Ilyen is itt, hogy hamar kész az ételem. Kész van. Sziasztok! Átvettem, és kaptam még egy címet, a szék éttermet, ha jól láttam, igen. András út 41, itt van kint. Ott van. Kettőből az első leadás, az a Hajós utca 41. Ja. Tehát Nagymező, Dezső és Hajós. Hát nem fogunk szeretni ide járni. Megjöttem. Hú, gyerekek, ez durva. 5. címemet raktam le, 11.35-től vagyok bent, most 12.50 van. És tartok 4100-nál, úgyhogy ez a nap jó. Tetszik. Ez a második szület a keresztény volt, csak 11-ben vissza. Címározatnak? Fele. 13.05 van. Természetesen mindegy volt. Leülök mindjárt valahova, és nézelődök egy kicsit. Na, innen leülöm magam, semmit tenni. Nem fogok rohangálni. Elég volt. Majd rohangálok, ha lesz cím. Unalmam most nem futkározom. Hát, hogy most tetszik. Ó, persze, ahogy leültem. Pattajbok, bár nyugati. Na gyere, így szórakoztok ti velem. Megjöttem, már kész a kaján. Kaptam még egy címet, hogy várnunk kell, még 9 percet. Meg lett a második cím is, és az első, az Aradi utca 66-ban viszont. Na. Megjöttem. Ha. Fú, basszus. Vastagon penész szagol. Hó. Itt az persze nincs. A második beadásom, hiszen én akartam párhuzamos címet. Nem fogjátok elérni, ez a Marek József utca. 11 percre van rá odaérni. 11 perc. Megjöttem.
több sajna. Az az igazság, hogy most már nyugis a helyzet, szegény madár. Nincs most több címem. Úgyhogy evic kérek. 13.42 van. És nem vagyok. Hát most 4 percet ér, de valójában 11.35-től vagyok benn. Tehát jól kerestem nagyon. Hoppá, most kaptam egyet. Hari kebab, volt egy ilyen érzésem. Hola! Hello! Na, kirakták a szűröd? Ne hagyd magad! Megvan a cím, ami az Erzsébet körút 51-be visz. És... házba. Csak megvártam, amikor az idős nőci kiemelj az útból. Szép fiát, izé bagószték a kapit. Szia, volt futár! Valaki dohányzott a liftben is, nagyon jó. Átadtam, és jön a következő címe, minden a KFC. Sarokról. Remélem közelben viszem. A KFC-nél, viszonylag közel. Szerintem a Hársfa utcába. Csókolom! Átvettem az ételt, kijöttem, és lett még egy ugyanilyen címem. Ugyanilyen nem is, hogy vissza kell vennem. Újra ide. Nagyszerű! Na, megvan a második cím. Az első pedig viszem a Hársfa utca 12-be. Aztán? Andalnak piros lámpán. Ó, hölgyet át kell engedni. Neki nehéz. Galambot nem? Persze az út közepén kell körülnézni. Nem előtte. Jó mérőség, jó út, jaj, de nem. Kellett ez ma már. Beradtam, és a következő címem az Dohány utca 16, 18, 11 percen van leírni. Megjöttem, és nézzük, hová viszem. Nagyon kell kódot. Aha! Köszönöm szépen! Átadtam. Ez volt a 11. címem. Ez egy nagyon jó nap. Eddig. És befelé is akar működni ez a vacak. Két és fél órája vagyok benne. Kerestem 7800 forintot. Úgyhogy sokkal jobb, mint a tegnapi nap. Tessék, egy régi építészeti műránk. Amúgy egész jól néz neki. Mások növények hiányoznak földről. Itt lent egy-kettő van. Megkaptam a 12. címemet, ez a Károly körül szájtek. Kész is lett. Elteszem. Hopp, lehet, hogy lesz még egy feladatom. Nem lesz. A francia.
Dobutca 2, akkor már értem, miért nem lesz. Na tehát a Dobutca 2, itt át fogok menni, és ott veszek. Oda megyek a California Burgerba. Ott kéri valaki a finomság. Ez a legjobb. Elkezdtem dúskálni a címekben. Mi ez? Starbucks Fashion. Jön még. Na, meg itt a 13. címem is. Ám a jobb bokámat le kell majd kötözni, mert hiszen bajok lesznek. Elkezdett fájni. Nem tudom miért, holnapok óta nem fáj. Majd bandázsolni fogom majd. Kész is van. Ó, milyen kutya van itt. Na, meg is van. És a Király utca. Király utca 21-ben visszavezte a címet. 13-at próbálok úgy felszerne folyjon. Azért óvatoskodni kell. Na, zöldbe át tudok szökni. Szia! Az a legjobb, hogy a másik Starbucks itt van. Ezzel mindig mosolyogni fog. Na, ledobattam a címet, mert nem voltak hajlandók megérteni az emberekbe hátra a kontrára. Átvenni az ételt, ott a meleg ételt főzik, vagy cipelik a kaját a szakácsok. HCCP van. Előírás. Úgyhogy sajnálom, én ilyen helyről nem szállítok. Ez volt az utolsó. A következőre, ha nem értik meg, ugyanez lesz. Addig fogom ezt csinálni, amíg meg nem értik. Egyéni vállalkozó vagyok, engem fognak megbüntetni, nem őket. Meg is jöttem. Sziasztok! Hát ezt szép nagy késéssel, de megkaptam. Nem örülök neki, de ez van. És vinnem kell a Terész körút 22-be. Megjöttem, itt vagyok az utolsó címen, a Terész körút 22-nél. Van lift. Csodálatos. Na srácok, ennyi volt, mint ahogy mondtam. Én nem a méreg miatt raktam, hanem amúgy is leraktam volna, mert párom jött. És ma is eszünk egyrészt, másrészt meg úgyis. Ez mindig ilyen. Eddig a nagyjából nem jó kamera is. Imádom ezt a hacakajtót. Tehát találkozunk legközelebb. Légy szíratkozok a fel, erre húzdítsátok utasztásaitokat is, és köszi szépen minden megtekintést. Ajajaj, átmegyek oda az oktogon túloldalára, mert ott fog érkezni a lány. Ettünk két BBT-t, és itt voltunk mosakodni, kezet mosni. Na, nem köszöntem el. Szerintem elfelejtettem, már legalábbis nem mondtam azt, hogy pá, úgyhogy most mondok pát. Mindig, most már szebb az idő, elvonul ez a felhő, de estére még jön valami, úgy láttam, vihar. Holnap ne essen könyörgöm, csak holnap ne, meg ne legyen ilyen vacak idő. 22 fokot ígérnek, remélem úgy is lesz. Na, sziasztok! Kezembe vettem az ügyet, jó? Yeah.
Tegnap itt élőztünk. Nem jó. Nem elköszönök még egy. Páá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 á